Európa kollektív öngyilkosságra készül, ezt mondta Schmidt Mária néhány nappal ezelőtt egy rendezvényen, természetesen a bevándorlással és a jelenlegi válsággal kapcsolatban. Vajon meg lehet-e még akasztani, állítani ezt a folyamatot, vagy veszve van minden itt Európában? Ez is kiderülhet a következő percekben. Schmidt Máriát, a Terrorháza Múzeum főigazgatóját köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát miben áll az ön által megfogalmazott kollektív európai öngyilkosság? A demográfiáról beszéltem egy konferencián, és arra utaltam, hogy Európában a születésszám tartósan alacsony, és többen halnak meg, mint amennyien születnek, és másrészt pedig, hogy ezen a helyzeten nem a gyerekszámnak a növelésével szeretne Nyugat-Európa változtatni, hanem a bevándorlásban látja a megoldást. Több európai tagállam is tett erőfeszítéseket arra, többek között családtámogatási szociális rendszer átalakításával, hogy jelentős mértékben növelje a születésszámot, kisebb-nagyobb sikerrel ez sikerült is, de továbbra is előregedő kontinensről beszélünk, amikor Európáról beszélünk. Pusztán a születésszámok figyelembevételével ez egy kivitelezhető történet, hogy a menekült válságot nem elutasítják, hanem befogadják. Mi az, ami miatt ez mégis azt mondja, hogy öngyilkosság a kontinens részéről? Azt gondolom, hogy arról nem szabad lemondani, hogy több gyerek szülessen. Tehát ezen dolgozni kell, nyilván ez nem fog egyik napról a másikra menni, de ez elsősorban mentalitás és szemlélet. Azt jelenti, hogy azok az európai polgárok, akik olyan döntés előtt állnak, hogy vállalnak a gyereket vagy nem, végig gondolják-e azt, hogy akarják-e az örökséget, amit ők kaptak a szüleiktől, nagyszüleiktől, tehát az őseiktől, azt továbbadni valakinek és tovább örökíteni. És ez szerintem egy olyan döntés, amit mindenki meghoz, és jó lenne, hogyha ebben az életigenlése sokkal határozottabban jelenne meg. Az, hogy bevándorlással ilyen formában akarnak ezen változtatni, ez szerintem végig gondolatlan és nem vezet megoldáshoz. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy most egy olyan kihívás előtt áll Európa, épp miatt a nyár óta tulajdonképpen feltartóztathatatlannak tűnő migráns bevándorlás következtében, ami egyfajta kiózanításként is hathat a kontinensre, és nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ennek a teljesen hát határozatlan és cselekvésképtelen politikának vége szakad, és Európa azt a képességét fogja felmutatni, amiről az utóbbi évszázadokban tanúbizonyságot tett, hogy képes az újrakezdésre, képes magát összeszedni, és képes megbirkózni ezzel a kihívással. Ő azt mondta, hogy nem átgondoltan cselekednek az európai tagállamok vezetői. Tudatos vagy tudatalatti folyamat ez ön szerint? Nézzel, nem tudok erre magyarázatot adni. Tehát nem tudom, hogy amikor Angela Merkel ilyen teljesen felelőtlen kijelentéseket tett egy olyan korban, amikor az információ másodperc töredéke alatt a világ minden részébe eljut, és azok az emberek, akik esetleg úgy gondolták, hogy hát bár rossz körülmények között vannak, háborúban vannak, de kihúzzák a szomszédba, és majd csak alakul valahogy a sorsuk, és visszamehetnek, és új életet kezdhetnek a szülőföldjükön, és azok megkapnak egy olyan hívást, vagy egy olyan lehetőséget, hogy el lehet menni Németországba, nincs felső határ, és megkapják azt a szociális ellátórendszert és azt a nyugati életszínvonalat, ami után vágyakoznak. Egyébként mi is Európának ezen a részén ezután vágyakozunk. Én azt gondolom, hogy akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy ezek az emberek, akik esetleg előtte, mint mondom, nem mérlegelték ezt a lehetőséget, ezt egy meghívásként értelmezik, és azóta is özönlenek be a kontinensre.
Az 56-os párhuzam többször is felbukkant a menekült válság kapcsán, és engedje meg, hogy ennek apropóján egy mai eseményre utaljak, illetve erről kérdezzem, hogy a jövőre lesz a forradalom 60. évfordulója, és a terrorházában éppen ma erről tartottak sajtótájékoztatót. Milyen eseményekkel, milyen fórumokkal készülnek a 60. évfordulóra? Hát a 60. évfordulónak különös jelentősége van egyrészt azért, mert talán ez az utolsó ilyen kerek évforduló, amikor még közöttünk vannak azok, akik olyan sokat tettek azért, hogy a 20. század talán legdicsőbb történetét pont itt Magyarországon, pont mi írjuk, hiszen nem fordult elő sehol máshol, hogy egy sikeres antikommunista forradalom zajlott volna le, hogy egy egész nemzet egységesen szembeforduljon a kommunista terrorrendszerrel, és legyőzze azt, mint ahogy Magyarországon ez megtörtént. Igaz, hogy a győztes forradalmat aztán a Szovjetunió által indított háborúban alul maradt Magyarország, ami ugye az erőviszonyok figyelembevételével nem csoda, tehát a függetlenség és a szabadságharc és a függetlenségi harc nem sikerült, de mégis a magyar történelemnek ezek a hetei bebizonyították azt, hogy Magyarország szabadságszerető nemzet, hogy nem törődünk bele abba, hogy egy idegen hatalom alatt álljunk, és hogy elegünk van a kommunizmusból. És jövőre azt szeretnénk, hogyha ez egy közös ünnep lenne, hogy mindenki átérezni ezeknek a napoknak a jelentőségét, átérezni a szabadság üzenetét, átérezni azt az üzenetet, hogy a magyaroknak a szabadság, a függetlenség és a nemzetük sorsa az becsületbeli ügy, és hogy nem tűrnek el mindent. Tehát szeretnénk ezt elvinni minden településre, a fiatal nemzedéket megmozgatni, olyan programokat tervezünk, amelyek az Y-generációnak is mondanak valamit, ami az ő nyelvükön szól. Beszélünk még a részletekről. Köszönjük szépen, hogy itt voltam. Köszönöm.